akkor nézzük meg, hogy ki a szakács, kit kell majd megverni. Amit róla kell tudni, hogy ő is ilyen televonalon indult, sztárszakács, Paprika TV, bár nem tudom, hogy most ott dolgozik-e. Nagyon jó fej, nagyon laza, mindenképpen őt kell megverni, hogyha nem jó akarja. És ő is hálózatépítő egyébként, tehát a Forever Living-et építi, és nagy tervei vannak, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Keresztúri Ferencet. Köszönöm szépen a kedves szavakat, sziasztok, Keresztúri Feri vagyok. Én is az összpörkölt miatt jöttem, csak más szándékkal, mint ti. És egyrészt ezért hívott meg a Tomi, másrészt meg azokért, amit elmondott. Én kicsit így arról szeretnék nektek átadni egy-két gondolatot. Én most 24 éves vagyok éppen. És hogy nekem mit hozott a hálózatépítés. Mert egyfelől van ugye a pénz dolog. Azzal mindannyian tiszta vagyunk, valljuk be, hogy mindannyian szeretjük a pénzt, mert különben nem lennénk itt. De nekem teljesen mást adott az egész hálózatépítés. Én voltam körülbelül 19 éves, épp a gimnázium végén jártam, amikor egy barátom megkeresett engem a hálózatépítéssel, és emlékszem, hogy havonta egyszer elküldtem őt a francba vele. Hogy ez hülyeség, meg minden. A nagymamám akkor valami másik hálózattal foglalkozott, mindig hozott nekem vitaminokat, amik én úgy gondoltam, hogy semmit nem érnek nekem, meg hát én különben is egészséges szervezet vagyok, 10 éve vízilabdáztam, nincs nekem erre szükségem. Aztán jött egy egészségügyi kihívás, aminek kapcsán lett rá szükségem, és kipróbáltam először, hát ugye én úgy gondoltam, hogy először az orvos fog majd segíteni, hát az nem jött be, többször se. Aztán mondtam, hogy na, akkor adunk egy esélyt a nagymuternak, az se jött be, és akkor végső elkeseredésembe, nagyon halkan beleszólva a telefonba, felhívtam a haveromat, hogy na, adjál nekem valamit. És akkor elhívott egy ilyen nyílt tájékoztatóra, engem nem érdekelt semmi, csak az, hogy mutassa meg, hogy ki fogja megmondani, hogy mit kell beszednem. És megmutatta, megmondta, hogy mit kell beszednem, mindent megvettem, be is szedtem, és 3 nap alatt tök jól voltam. És akkor elgondolkoztam, hogy valamit akkor lehet, hogy változtatni kell a gondolkodásomon, illetve sajnos megígértem az én barátomnak, hogy ha segítenek ezek a vitaminok nekem, akkor meghallgatom az üzleti részét is a dolognak. Ezt akkor úgy gondoltam, hogy sajnos, most már nem így gondolom. És amit hozott nekem az hálózatépítés, az az, hogy teljesen új gondolkodást adott nekem. Tehát én előtte így elvoltam, én jó családi körülmények között éltem, meg volt minden, amire szükségem volt, sokat utaztam. Ezért utólag egyébként nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert abban az életben éltem, amit nekem akkor most már nem csak elképzelnem kell, csak tudni azt, hogy akkor ezt kell megtartani, vagy esetleg egy kicsit még jobban azt élni. És akkor megérkeztem a hálózatépítésbe, és ilyenekről beszéltek nekem, hogy álmok, célok, meg más embereknek segíteni. Most őszintén szerintetek a mai fiatalság, mondjuk, hogy az én korosztályom ilyen 18 és 25 között, hány embernek fordul meg a fejébe, hogy más embereknek segítsen? Max a lányokat a diszkóból haza segítik egy másik céllal. Tehát nem nagyon volt ez reális, de aztán láttam, hogy így körülnéztem, hát hallottam mindenfélét az MLM-ről, meg a hálózatépítésről, de mondom, ezek boldog emberek. Ezek példás családokban élnek, mindenki mosolyog, örülnek egymásnak, megtapsolják egymást, és nem olyan, látom, hogy nem ilyen kamu módon, hanem tényleg úgy őszintén. És azt mondtam, hogy nekem ez tetszik. És akkor elkezdtem én is hálózatépítéssel foglalkozni, kerestem belőle pénzt is, építettem csoportot is, de igazából ami sok értéket adott nekem az az, hogy megtanultam egy teljesen más gondolkodást. És ugye lesznek páran, akik igazán sikeresek lesznek, és nagyon sok pénzt fognak keresni a hálózatépítésből, de én azt gondolom, hogy talán még többen lesznek azok, akik csak idejönnek, jól érzik magukat, és olyan módon tudjátok megváltoztatni ugye az életüket, nem feltétlen csak úgy, hogy hú, de mennyi pénzt fognak keresni, hanem egyszerűen egy teljesen új gondolkodásmódot tudnak nyerni az egész élettel kapcsolatban. És hogyha esetleg a hálózatépítésben nem is lesz sikeres, lehet, hogy utána ezzel az új gondolkodásmóddal egy teljesen más téren nagyon-nagyon sikeres lesz. Elmondom nektek például, hogy én nem lettem ilyen top 10, meg ilyesmi a hálózatépítésben. Nagyon tisztelem azokat, akik azok, ez tényleg egy fantasztikus munka, és nekem is megtisztelő itt lenni köztetek. Viszont én most éppen, meg egyszer meg is értem, hogy 24 éves vagyok. Azóta, mióta elkezdtem a hálózatépítést, már volt egy éttermem, saját, egy társal együtt, csak aztán más volt az elképzelésünk a jövőről, és ezért külön váltunk, és most egy másik társammal éppen azon dolgozunk, hogy Kenyában egy 5 csillagos szállodát hozzunk létre. Magyar tőkével, magyar vezetéssel, magyar vezetőkkel minden téren, a helyi munkaerőt is igénybe véve. Nem tudom, hogy ez az én korosztályomból hány embernek van meg ilyen gondolata, hogy
ilyen nagyságrendben csináljon bármit is. Azt viszont biztosan tudom, hogy én a hálózatépítésből jövő gondolatoknak és eszmének köszönhetem azt, hogy ezt el tudtam képzelni, és hát azt meg ugye mindenhelyen tudjátok, hogy amit el tudsz képzelni, azt meg is tudod valósítani. Szóval nekem is a Tommy egyébként nagyon sokat segített, mert én nagyon nagyképű voltam, tehát ez is azért picit változott. Most is az vagyok, de most már tudatosan, és igyekszem nem sértő lenni. Szóval én nagyon szerettem mindenkinek az előadását hallgatni, de valahogy így a saját hálózatunkon belül egy idő után, megmondom őszintén, már untam, mert mindenki mindig ugyanazt mondta. Nagyon szerettem először mindenkit, és imádtam, meg egy-két kedvencem volt, de nagyon szerettem, amikor valaki külsős jött. Akár a Tonk Emil, akár bárki más, volt nánk olyan is, hogy más hálózattól jött valaki elő, de szerettem, mert valahogy teljesen más gondolkodásmódot hoztak. És a ő előadását is azért nagyon szerettem, mert egy teljesen más realitást mutatott meg így a dologgal kapcsolatban, és valahogy neki jobban tudtam hinni, hiszen ő ugye egy független ember, és nagyon-nagyon jókat mondott, és aztán azokat használtam. És nem csak a hálózatépítésben, hanem mindenhol máshol is. És hát így utólag is nagyon szépen köszönöm mindezért. És én mindannyiótoknak javaslom, hogy a fiatalokat hozzátok ezerrel, mert rájuk fél, hogy egy kicsit ezt a gondolkodást megismerjék, és akkor lesz még bőven lehetőségük az életben. Köszönöm.